Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Lehel Kata vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A Táncvilágnapját ünnepelték Szekszárdon. 12 kiváló csapat mérkőzött meg a Nívó díjért. Retro majálissal indult a szekszárdi nagy rendezvények sora. Április 29-én a Táncvilágnapján szinte egész napra benépesült a szekszárdi Garai tér. A Bartina Néptánc Együttes gyerekszólistái rögtönzött bemutatóval hívták fel a figyelmet ennek a művészeti ágnak a szépségére és fontosságára. A kora esti órákban pedig a Dolce Dance tánciskola oktatói és tanítványai mutatták be a latin táncok alaplépéseit, és buzdították a közös táncolásra a járókelőket. Népdalszó és táncosok sokasága töltötte meg a szekszárdi Garai teret április 29-én a Táncvilágnapján. A táncművészet legnagyobb ünnepét világszerte előadásokkal ünneplik, szinte mindenhol felhívják a figyelmet ennek a művészeti ágnak a fontosságára. A jeles napon a Bartina Néptánc Együttes gyerekszólistái szórakoztatták a téren sétáló tavaszi napsütést élvező járókelőket. Ma van ugye a Táncvilágnapja, és ugye ezt ünnepelni kell, és ezért minket felkértek, hogy táncoljunk egy jót. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó az idő is, meg a többiek is nagyon kedvesek, meg a zene is jó volt. Már 11 éve táncolok, nagyon imádom már 3 éves korom óta, és egyszerűen az életem a táncol, mindent megadnék érte, hogy tovább folytassam, szóval nagyon-nagyon szeretem. Hát nagyon jó volt a közönségünk, itt voltak a családok, a barátok, és nagyon szeretek nekik táncolni. Én Györgyfalvi legényes táncoltam, ezt szeretem a legjobban. Erre tudok a legjobban táncolni, ezt tanultam meg legjobban, ezzel több verseny is voltam már, a helyezést is értem el, és ezért nagyon megszerettem ezt a táncot. A Bartina Néptánc Együttes szerves része a szekszárdi táncos életnek. A társulat törekszik arra, hogy fellépéseivel megismertesse Tolna megye és a Sárköz hagyományait, illetve bemutassa és színpadra állítsa a Kárpát-medence tánc és népi kultúráját. Mindezek az ismeretek átadása teszi a néptáncot és a népzenét közösségteremtő és közösségformáló erővé, aminek nagyon jó példája volt a Táncvilágnapján tartott előadásuk is, hiszen sokan jöttek el és nézték meg a társulat műsorát. A Babics Kulturális Központ szervezésében a Garai téren egész nap lehetett látni és hallani a ritmusra dobbanó lábakat. A kora esti órákban már a latin zene dallamai töltötték be a teret, kisebb tömeg gyűlt össze, hogy a szalsza és bachata alapjait elsajátítsák. A gyerekektől a felnőttekig bárki részt vehetett a közösségi programon. Nagyon tetszik, mert ugye én régebben anyával még voltam itt a Dolce Dance-nél, és akkor is nagyon tetszett. Most is nagyon tetszik, meg új dolgokat lehet ebbe megtanulni. Én nagyon örülök ennek a rendezvénynek. Én Pécsre járok a szalsza csoportba, és Kaposvárra is járok, mert én Pécs és Kaposvár között lakom egy kis faluban. És amikor mondták, hogy el lehet jönni ide és táncolni, akkor megragadtam az alkalmat. Szerintem szuper jó hely, és nagyon jó a hangulat. Meg hát a társaságban egy csomó ismerős, akiket ugye Pécsről, kaposváriak nem jöttek, de Pécsről többen vagyunk, illetve én már ismerek jó néhány szekszárdit, úgyhogy nagyon jó, tényleg klassz. Nagyon jól éreztem magam, 6 éve táncolok, és azóta járok ide Dolce Dance-be, és igazából ez egy család, akik összetartanak, eljárunk egymás buliaira itt a környezetben, el szoktunk menni Bajára, vagy Pécsre, illetve hogyha vannak workshopok vagy fesztiválok, akkor oda is együtt megyünk el összességében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és ez mind a testnek, mind a léleknek egy felüdülés. A zenén kívül a tánc az egyetlen világnyelv. Bárhol járunk a világban, nem kell ahhoz egy nyelvet beszélni, hogy a lábunk egy ritmusra járjon. Éppen mögöttünk a Garai téren a Dolce Dance tánciskolának a sulisai tanítják az érdeklődőket. Itt a Garai téren egy kis szalszára és bacsatára. Táncolni bármikor, bárhol el lehet kezdeni, például a Táncvilágnapján itt a Garai tér majdnem kellős közepén, és ahogy itt mögöttem is látszik, azért, hogyha az embert egy kicsit
akár unszolják, vagy bátorítják, vagy egy kicsit segítik, vagy megadják neki nem a kezdő lökést, hanem megmutatják neki a kezdő lépést, akkor abból ilyen gyönyörű, hogy így fogalmazunk, performanszok születhetnek, mint ami itt van a hátam mögött. A Dolce Dance tánciskola oktatói és tanítványai buzdították közös táncolásra a téren kíváncsiskodó járókelőket. A mai napunk az egy táncvilágnapi rendezvény, amit a Babits Kulturális Központ szervezett, és nagyon hálásak vagyunk, hogy mi a Dolce Dance tánciskola, illetve a Dolce Dance tánciskola szekszárdi tanárai itt lehetünk és táncolhatunk. Akik itt vannak most velünk, ők ugye a tanítványaink, egyrészt innen Szekszárdról, de érkeztek Bajáról, Pécsről is tanítványok, sőt szerintem talán még kaposváriak is vannak, illetve nagyon sok olyan ember, aki érdeklődött a szalsza iránt, így meghirdetve a programról, és bejött meg kóstolni, illetve belekóstolni, hogy milyen is ez a tánc. Ugye itt most kubai szalszát tanulnak, illetve most már táncolnak, most van ugye a szabad, ilyen kötetlen tánc rész, és ilyenkor szabadon táncolunk. Ugye többféle tánc stílusban dolgozunk a suliban órákon, ugye itt Szekszárdon minden héten hétfőn vannak egyébként az óráink, és táncolunk Ruedában, ami ott ugye a tanításnak a végén volt, de táncolunk sorokban is, ahol új lépéseket tanulunk, illetve táncolunk szabadon is, ami most itt a buliban van. Ez azért jó, mert nem csak ugye tánclépéseket tanulnak a tanítványaink, hanem ismerkednek, részt vesznek egy nagyon jó közösségben, egy nagyon jó csapatnak lesznek a részesei, másrészt pedig nagyon sokat fejlődnek mind a mozgáskultúraik, meg egyébként ez egy tök a személyiségtréning is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és így kívánom, hogy mindenki sokat táncoljon velünk. A szalszoktatás után most egy bachatával fogunk majd folytatni. Az is egy ilyen karib térségi tánc, ugyanúgy, mint ugye a kubai szalsza, csak éppen dominikai köztársaságból eredeztetjük. Ez egy szenzuál táncnak nevezett táncstílus, aminek az a lényege, hogy amíg a szalsza egy ilyen igazi jó bulis, addig a bachata az egy kicsit közelebbi. Van szenzuál, ami nagyon közeli stílusú, de van dominikai is, amiben pedig igazából a lépéstechnika a lényeg. Ennek is ugyanígy fogjuk majd megtanulni az alapjait, utána megnézzük, hogy milyen is ez párban, ahogy a szalsza órán is működött, és utána megnézzük, hogy mit tudnak kezdeni a dologgal szabad vezetésben. És ugye nagyon jó, mert tényleg itt is ugyanúgy mindenki táncolhat mindenkivel, nincsenek fix párok, hogyha valaki egyedül érkezik, akkor is tud táncolni, mert a párcserék során mindenki úgymond ellenkező nemű párhoz tud jutni és tud táncolni vele. Az egész napos programsorozat záró akkordja volt a latin tánc bemutató, egészen este 9 óráig lehetett kipróbálni és együtt mozogni a karibi zene dallamaira. A Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ rendezte meg a Szekszárdi Néptánc Fesztivált, amely a magyar néptánc mozgalom rangos versenye. Az idei megmérettetésen Magyarország és a határon túli területek legkiválóbb együttesei vettek részt. 12 tánccsoport két előadás bemutatásával küzdött egymással a legrangosabb elismerésért, a Nívó díjért. Az Alföldről, a Nyírségből, a Balaton mellől, de még a határon túlról, Szlovákiából is érkeztek fellépők a Szekszárdi Néptánc Fesztiválra, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont. Békés Csaba volt az egyetlen település, amely két tánccsoporttal is képviseltette magát a megmérettetésen. Blinár Péter, a Békés Csabai Balasi Tánc Együttes fellépője elárulta, hogy a fesztivál indulása óta részt vesznek az eseményen, idén ráadásul igen nagy létszámmal érkeztek. Idén tavasszal ünnepelte a megszületésének 75. évfordulóját, és amióta ez a Szekszárdi Fesztivál létezik, mi azóta kisebb-nagyobb kiadásokkal, de szinte mindig képviseltetjük magunkat itt a fesztiválon. Erre a fesztiválra most idén két számmal készültünk, egy szlavóniai lánytánccal, illetve egy bodrogközi tánccal, tánccsokorral, táncképekkel, és most már elment mind a két versenyprogram, úgyhogy most már egy kicsi pihenő következik, és most már nagy izgalommal várjuk a második versenyprogramot. Erre a fesztiválra most igen nagy létszámmal érkeztünk, 20 lányal és 13 fiúval érkeztünk, úgyhogy igen népes számmal képviseljük az együttest. Ugye erre a fesztiválra való felkészülést egy két hónapos felkészülési időszak előzte meg, ugye még a tavalyi időpontra meghirdetett időpontra is készült ez a két produkció, és most az elmúlt körülbelül másfél hónapunk volt az, ilyen nagyon foghíjasan, hogy ismét felelevenítsük ezt a két koreográfiát erre a versenyre. Thank you.
A Gyöngyösi Vidrocki Néptánc Együttes képviseletében Balog Márton elmondta. 15 pár tartozik egyesületükbe, de a ballagások és érettségik miatt csak 10-el tudtak részt venni a versenyen. És a mai műsoron Dél-Alföldivel készültünk, illetve Kalocsait osztom nektek. Hát ugye tavaly lett volna ez a csodálatos fesztivál, úgyhogy már tavaly készültünk ezekkel a számokkal, addig tudtuk ezeket kicsit gyakorolni, de úgy gondolom, hogy sikerült rendesen felkészülnünk. Kapási Júlia, a fesztivál igazgatója elmondta, dunántúli és nemzetiségi táncot kellett bemutatni a résztvevőknek. Ez egy országos néptáncfesztivál, ami az egyik legnívósabb itt a magyar néptáncmozgalomban, illetve mondhatnám, hogy a Kárpát-medencei néptáncmozgalomban. A fesztivál egyébként 1968-ban alakult, Szabadi Mihály alapította, és a Babits Mihály Kulturális Központ volt a gazdája évtizedeken keresztül. 2018-ban ünnepeltük az 50. évfordulót. A fesztivál abban egyedi a többi fesztiválhoz képest, hogy a kiírása, tehát a rend, amit megír a táncegyütteseknek, az azt tartalmazza, hogy nyugati dialektus táncát vagy nemzetiségi táncot hozzon a kötelező anyagnak, mert van egy kötelező és egy szabadon választott anyag, és ezzel a kiírással a figyelmet ráfordítjuk a kismagyarországi táncokra, tehát a dunántúli táncokra, illetve a nemzetiség táncaira. Ez a fesztiváli gondolat, ez végigkísérte az 55 évet, tehát ez máig is így van. Szeretik ezt a fesztivált az országban, és a határon túlról is jönnek sokszor, mert nívós, és mindig a legrangosabb szakmai emberek ülnek a zsűriben, és mondják el véleményüket, illetve osztanak ki nívódíjakat, kiemelt nívódíjakat, tánc teljesítményért, zenei teljesítményért, koreográfusi és szólótáncosi teljesítményekért. És minden együttesnek, aki itt dolgozik Magyarországon, az a célja, hogy évről évre megmérettessék, évről évre be tudja saját magát helyezni ebbe a mozgalomba, és hát a legmagasabb nívójú együttesek vannak itt most. 12 együttes jött el az ország minden részéből, Nyíregyházától, Békés Csabán át egészen a Dunántúlon keresztül, és ez a 12 együttes mindegyik két koreográfiát hozott 18 perces műsoridő kötelezettséggel. A zsűri a megjelenést, a koreográfiát és az előadó művészeti tevékenységeket is pontozta. Nincs mereven megkötve, hogy mik a pontrendszerek, de általában a folklor hitelesség, tehát hogy mennyire autentikus, mennyire hiteles az, amit csinálnak, a koreográfiai megformálás, az előadó művészeti tevékenység, a megjelenés, a külsőség, a viseletek, az ének, a zenei összhang, ezek azok a pontok, amikre figyelnek. Van az országban jó pár felnőtt fesztivál, a felnőtt fesztiválok sorában a Szolnok és a Szekszárdi emelkedik ki a nívójából az elmúlt évtizedekben, és hát miután ez egy rangos fesztivál, meghirdetjük, és jelentkeznek az együttesek, és mi azt nagyon szívesen elfogadjuk, és indulhat a megmérettetés. Örömmel vesznek részt, mert ez egy borzasztó nagy találkozás, egy nagy tapasztalatcsere, és ha hiszik, ha nem, ezek a táncosok ismerik egymást, együtt nőnek fel, fesztiválról fesztiválra találkoznak egymással, és borzasztóan várják, hogy együtt legyenek, megnézhessék egymást, illetve együtt mulathassanak az esti mulatságban. Teljesítményükért az első helyezetnek járó kiemelt nívódíjban részesültek a budapesti Corvinus Közgáz Néptánc Együttes és a Békés Csabai Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes tagjai. Az idei esztendő végre újra lehetőséget biztosít majd azokra a tömegrendezvényekre, melyek meghatározóak Szekszárd életében, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, nemrégiben egy sajtóbeszélgetésen. Ennek első állomása volt a majális, melyet a szervezők a retro jegyében álmodtak meg.
körhint a dodgen vattacukor, zene, játék és vidám együttlét. Ha majálisról van szó, valószínűleg ezek bekerülnek egy felsorolásba, mely azt taglalná, mi is kell egy hamisítatlan ünnephez. Még nagyon sok ember fejében a majálishoz a május 1-i felvonulások, sörös, virslis, brigád buliai is társultak, de ezek ma már csak az emlékezet részei, bár kétségtelen sokan nosztalgiával gondolnak ezekre a programokra. Közvetlenebbek voltak az emberek, nem volt ekkora távolságtartás, mint manapság, és most nem a pandémiára gondolok. Kicsit az emberi közvetlenség ez még hiányzik, én úgy gondolom. Segíthet egy-egy ilyen rendezvényen? Mindenféleképpen. Igen. Több kellene, többször. Így van. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó. Nem azt mondom kezdeményezés, hanem folytatódjon így tovább. Ahogy régen is. Emlékeznek még a régi majálisokra? Természetesen emlékszünk. Milyen volt? Hangulatos. Jó kedvel teli. Mesélnek még otthon a gyerekeknek erről? Igen, mesélünk. És mit szólnak? Hát néznek, hogy mit voltak a régi időkben. Hello. 1, 2, 3, igazából 4, 5-ös. Nem tudják elképzelni, mert ők ma más világban születtek. Igen, elég sokat jártunk ki annak idején, úgyhogy meg most az unokákkal, meg gyerekekkel, és köszönjük szépen, most jó itt. Én arra emlékszem, hogy sokkal többen voltak. Hát meg fiatalok voltunk, egészen más. Ugye mindig összeköthető volt, mondjuk kispályás focival, ugye. Meg ugye sokkal nagyobb volumenű rendezvény volt, mint talán mostanában. Most úgy gondolom, hogy talán már egyre jobban elhanyagolják ezt a majálisnak a megtartását. Az látszódik itt is, hogy elég sokan vannak, és sok család kilátogatott, úgyhogy az embereknek szüksége van erre, úgy néz ki. Arra tehát, hogy az emberek együtt legyenek, kiengedjék a gőzt, társasági életet éljenek, beszélgessenek, ma is szükség van. És erre ez a majális, mely a pandémia utáni első szabadon szerveződött programja volt a Babits Kulturális Központnak, pont megfelelő alkalom volt. A múlt idézés szellemében igazi retro hangulatot idéztek a Prometheus Parkba és környékére a szervezők. Ekkor mindennapjait sok mindennel meg lehet idézni, ruhákkal, zenével vagy éppen autókkal. Nos, ez utóbbi szép számú látogatót vonzott, akik megmosolyoghatták a 60-as évek trabantját, és rácsodálkozhattak a Louis de Funès filmek hintó méretű Citroënjére is. Mi arra is kíváncsiak voltunk, milyen életérzés egy retro autó tulajdonosának lenni. Ebből a szép kis olasz autóból alig pár százezer darabot gyártottak, de a tulajdonos beleszeretett és mindent elkövetett annak érdekében, hogy eredeti formáját visszanyerhesse. Régi vágyam volt egy ilyen autót megcsinálni, és úgy, hogy ez úgy nézzen ki, mint amikor kijött a gyárból. Ez hatalmas kutató munkával is jár egyébként, hogy az ember ezt meg tudja keresni ennek az autónak az igazi történetét. Csak megláttam a hirdetésben, hogy hirdetnek egy ilyet, egy ilyen Bertonét. Mondom a fiamnak, hogy akkor gyere, megnézzük. És meg is vettük. És amikor az ember elkezdte felújítani, lejött az első réteg festék, úgy kezdte megmutatni magát az autó, akkor gondoltam azt, hogy na most akkor ezzel komolyabban kell foglalkozni, mert nem is tudtam, hogy ez mi. És akkor az ember elkezdett utána olvasni, utána kutatni, és kiderült, hogy egy rendkívül ritka széria. Igazából a Porsche egyik típusával akarták ezt megversenyeztetni, vagy valami olyasmit csinálni Olaszországban, ami kicsi, olcsó, és népautóvá is tehető. Tehát ez gyakorlatilag annak idején meg lehetett venni annyi pénzért, mint egy Golf 1-est. Egyébként vezetni nem annyira jó, mert nem olyan, mint egy mostani autó, mert se szervó, se kormányszervó, semmi nincs benne gyakorlatilag. Az ember érzi, hogy átment egy kavicson. Nehéz vezetni, nagyon meleg, mert nincs benne klíma, ha leveszem a tetejét, akkor süti a nap a fejemet. Tehát abszolút nem jó, de mégis nagyon jó érzés. A keleti autógyártás egyik sarokköve a Trabant. Egyes vélemények szerint, aki ezt tudta vezetni, az tankot is tudott. A kiállítás egyik éke volt ez a korai példány. Szoktunk sokat járni hétköznap is, amikor az idő engedi, olyan az időjárás is. Sokan integetnek, megállítanak, mindenkinek van egy sztoria, nagypapának volt ilyen, szomszédnak látták, ilyenen tanultak vezetni, stb. És akkor így mindig van egy kis beszélgetés sztori. Az öreg Trabant az már jó 10 éve megvan, és amikor elkezdtünk autózni, akkor ezekkel 601-je ilyennel kezdtünk el autózni, és
honnét jött a lendület vagy a szeretet. Hát ez egy felújításon átesett, ez Miskolcról származik ez az autó. Ott egy pajtában volt egy fiatal emberé, aki egy motorbalesetben meghalt, és az apukája megőrizte, és onnét volt egy jó alap, amit föl tudtunk újítani. Hát az életérzés az benne van, tehát aki nem autózott ezekkel a járművekkel, nem csak a Trabant, Lada, Sociera autóival, az nem tudja igazából, ki kell őket próbálni. Azt tudom mindenkinek javasolni. A majális fellépői között találkoztunk egy igazi szexádi retro arccal, Pereszlényi Zoltánnal, akit kifejezetten erre az alkalomra kértek föl, hogy álljon újra színpadra. A nem épp fiatalok még emlékeznek rá, ő az, akiért mindannyian szurkoltunk annak idején, amikor a Ki mit tudon szerepel. És amikor ezt a műsort még országszerte nézték hétről hétre. Most a fiatalságuk emlékét felidézve sokan álltak a színpad előtt is. Hát az úgy volt pontosabban, ahogy akkor pont talán a Ki mit tud jelentkezés ide alatt nem volt zenekarom. És úgy gondoltam, hogy egyénibe szólóba, tánzalénekesként megpróbálom. Ugye itt volt az első megyei verseny a Műfházban, aztán a területi döntők voltak, továbbjutottam, aztán az országos döntő, továbbjutottam, és így kerültem be az elődöntőbe, a TV elődöntőbe gyakorlatilag, ami azt jelentette, hogy ugye nem volt zenekarom, és akkor sok sökkottói zenekarra kísért az elődöntőbe. Az kiderült azt, hogy vihetek zenekart, akkor gyorsan összeszedtem a fiúkat, akik szerepeltek akkor is, mint session zenészek, de végül is derbi volt. A Környei Miki, a Sopi, Horváth Feri, Babesz, azt mondja, volt két session zenészünk, fuvósok, a Nagy Robi és a Sebestyén Antti kiváló szaxofonos, Szilvia pedig, hát mind a feleségem, ugye mindenki tudja itt Szexárdon, ő pedig az örökös vokalistán, ma is itt lesz ő velünk. Én úgy gondolom, hogy akkori élőzenékben nagyon fontos volt a közönséggel való kapcsolat. Tehát ugye itt volt a szinkron együttesük, itt játszottak, mi meg uraltuk gyakorlatilag a megyét, illetve nem csak mi, mások is, de mi aztán tényleg minden hétvégén mentünk zenélni, és nem válogattunk, hogy most ez egy kisebb település, vagy nagyobb, ahova szólt a meghívás, oda elmentünk. Hát nagyon sok emlék visszajött ez a két nap alatt. Alapvetően próbáltuk most is azt a hangulatot felidézni, amely a mi gyerekkorunknak, illetve nagyon sok velünk egykorúnak jó emlékeket ébreszt. Az első és legfontosabb dolog, hogy szeretnénk a közösségi életet újraéleszteni. Civil egyesületek, szervezetek, akik örömmel találkoznak egy ilyen eseményen, hasonlóan, ahogy 30 éve, 40 éve is volt, jöjjenek ki újra ide a szabadtére, főzenek együtt közösen, töltsék együtt el ezt a szép napot, vegyenek részt a gyerekek kézműves foglalkozásokon, vehessenek egy vattacukrot, ringlispilezzenek egyet, dodzsemezzenek egyet. Én azt gondolom, nagy szükség van ezekre az igazi szabadtéri, örömteli programokra, ahol a családok is találkozhatnak végre. Találkozunk olyan régen nem látott egyesületekkel, szervezetekkel, akik évek óta nem jártak igazából szabadtéri programokon. Nagyon vegyes a programkínálatunk is, nem csak a gyerekek találják meg a szórakozást, felnőttek is. Én azt gondolom, egy nagyon-nagyon tartalmas hétvége. Kellős közepén járunk, és minden bizonnyal a végén is azt állapíthatjuk meg, hogy érdemes ilyen programokat szervezni. A Detrómajál is végeztével a Babics Kulturális Központ munkatársai már a következő nagy rendezvény előkészületein dolgoznak, hiszen néhány hét és a pünkösdi hal és vad ünnepen találkozhatnak egymással újra az érdeklődők. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!